Hát húzzuk ki a zászlót, hol a nagy zászló? Kinél van a nagy zászló? Kinél van a molinó? A molinó hol van? Gyertek valaki, olyan segítsetek! Nem baj, beszélj nyugodtan, röviden. Na, mondjad! Na, menjünk tovább, ezt a helyünk itt tovább. Kezembe kaptam a mikrofon, bár úgy volt, hogy én itt nem beszélek, és nem is szeretek sokat beszélni, de mivel a Kleinikerről van szó, a végrehajtó kamara, Magyar Bírósági Végrehajtó Kamara elnökéről, azért azt gondolom, hogy egy percben én nagyon gyorsan hadd mondjak róla valamit. Ez az ember egy végrehajtó kamarának, egy nem létező végrehajtó kamarának volt éveken keresztül az elnöke, és mikor szóvá tettük, hogy a kamara nem létezik és jogilag nem nyilvántartott szervezet, akkor gyorsan csináltak rá most 2013. január 1-jéről lett törvény, mely szerint legitimen működnek tovább, és zsarolhatják, hozhatják, és törvényen a hátuk mögött öngyilkossággal kergethetik a magyar devizahiteleseket, vagy adósokat, akik bárki tartoznak egy közüzemi díjtartozással, vagy egy parkolási büntetéssel, akár 5000 forintért. Ezek az emberek, ezek gátlástalanok, és ha megnézzük ezt az ingatlant, ilyen házban lakik, és szomszédaik vannak neki, önök itt élnek, és ezzel az emberrel együtt tudnak élni. A Kleinikér Miklóssal, aki embereket kerget halálba, egy bűnözővel, egy rohadt számú krávával, együtt tudnak vele élni, szomszédok tudnak vele lenni. Én az önök helyébe valamelyik ablakon kilógatnám ezt az embert. Nem érdemlőnek, hogy ilyen alány embert, 3300 magyar állampolgárt kergetett öngyilkosságba. Ő a felelős, és senki nem veszi elő érte. Senki nem tesz azért, hogy ez az ember a Császti Ferenccel együtt börtönbe kerüljön. Ha mi nem teszünk, a szomszédaik nem tesznek ellene, hát az ember a mai napig és a jövőben is további áldozatokat fog. Szomorú, hogy nekünk egy gyászmenetbe kell erre felhívni mindenkinek a figyelmét. Szomorú, hogy így kell megtudnia mindenkinek, hogy ilyen emberek vannak a világon, és ilyen embereket véd a törvény. Én köszönöm, hogy meghallgattatok. Mocskos gyilkos! 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 Hogy milyen ember álljon előre Istenről egy példa. Hogy milyen arrogáns egy ember, arról is állunk egy példa. 2012-ben éppen Dabasi Tamás kérésére részt vettem a Koppány csoporttal egy árverés megakadályozásán, ahol egy hölgynek kellett volna az árverését megakadályozni. Ezt sikeresen meg is tettük, az árverések többségét általában meg is akadályozzuk. És amikor két mennyiken elhagyta az épületet a gorilláival, akkor Forrt András le akarta fotózni, és olyan arrogáns ember, hogy kiverte a kezéből a kamerát, hogy őt nem lehet fotózni. És akkor a gorillája próbált ráugrani, és akkor ugrottunk mi is oda, így akadályoztuk meg a verekedést. Tehát képzeljétek el, hogyha egy ilyen ember azért, hogy ne fotózzák. Mit szégyel? Mit szégyel, hogy nem lehet fotózni? Azt, hogy ennyi ember hagyta ott a fogát? Mert erről van szó. Milyen arrogáns az az ember, akit nem lehet fotózni, nem lehet fényképezni? Hát tessék elképzelni, egy kilakoltatás, hogy zajlik? Milyen erővel? Emlékezzünk Szélszi Évára, akire rányúgták az ajtót. Hát ilyeneket csinálnak. Hát alapból ott van ebben a rossz indulat. Hogy nem képes olyan végrehajtásokban részt venni,
mert nyilván végrehajtásokra szükség van, de azokat meg lehet emberi módon is csinálni, véghez lehet hajtani, de nem úgy, hogy embereket a halálba kergetnek. Rennyiternek egyébként nem ez az egyetlen lakása, és remélem, hogy a másik az majd egy kicsit jobban fog kinézni, a Zsolt utca 6 számba is elmegyünk. Van ezen kívül még sok lakása, 6 lakása van, és rengeteg pénze, amit azoktól az embereken szerzett, mint akik meghaltak. Elvették a házukat, elvették az életüket. Úgyhogy most átadjuk ezt a petíciót, itt is. Persze nyilván nem fog kijönni, megyünk a postaládájába, és utána tovább megyünk a másik helyszínre. Úgyhogy már most el lehet kezdeni akkor az autóba való beülést. Haladjunk tovább, mert elég nagyon sok időt vesztettünk. Ocskos gyilkos! 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 Mindegyik, menjetek a többihoz, megyünk a következő állomásra.